Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket! Közel 40%-kal nőtt Bonyhádváros vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt, hangzott el a képviselőtestület ülésén. A hivatal beszámolt a gazdálkodás első félévi állásáról, amiből kiderült, jelentősen nőtt a város tartaléka. Bár semmiféle szabály nem kötelezi az önkormányzatot, hogy évközben beszámoljon a költségvetés alakulásáról, Bonyhádon évek óta közszemlére bocsátják a büdzsé félévi állását. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, kettős cél vezette a testületet. Egyrészt a nyilvánosság biztosítása, másrészt, hogy tisztálássák a gazdálkodás alakulását. Egy útravalót is ad, hogy hogyan tovább a második fél évre, tehát egy eligazodás, egy tisztánlátás, hogy hogyan is a februári rendelethez és a döntésekhez képest hogyan alakult az első fél év. A másik nagyon fontos szempont pedig a tájékoztatás, hiszen minden ilyen anyag nyilvános fölkerül a város honlapjára, és bárki megnézheti, hogy hogyan gazdálkodott Bonyhádváros önkormányzata 2019 első fél évében, és erről azt mondhatjuk el, hogy jól sáfárkodtunk azzal a költségvetéssel, ami a rendelkezésünkre állt, olyannyira, hogy az az 5 millió forintos tartalék, amit februárban elfogadtunk, az mára 56 millió forintra emelkedett. A számok azt mutatják, hogy 40%-kal nőtt Bonyhádváros vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt, derült ki a költségvetési napirend tárgyalásán. A növekedés mértéke egyrészt a tervszerű gazdálkodásnak, másrészt az időközben elnyert pályázatoknak és támogatásoknak köszönhető. Összességében 9 milliárd az az összeg, ami 5 év alatt a városhoz került, a város saját forrásain túl, ebből 6 milliárd az, amely pályázati forrás, és megközelíti a 3 milliárd forintot az egyedi kormány döntés. Természetesen ezek a beruházások, fejlesztések mind-mind hozzájárultak a vagyongyarapodáshoz. Még nincsen minden készen, nagyon sok beruházás még el sem kezdődött, valami még nincsen aktiválva ugye a könyvekben, ugye ez egy külön szabályzat írja elő, és jogszabályok határozzák meg, hogy hogyan kell az önkormányzati vagyont nyilvántartani, de azt látjuk a számokból, hogy 5 év alatt ez a vagyon 40%-kal gyarapodott. Arról is született döntés, hogy a Mikes utca 6-os számú házat lebontják, és helyére egy a város érdekeit jobban szolgáló teret hoznak majd létre. Ez egy olyan ingatlan, ami bár nincsen annyira szem előtt, mégis a város központjában található, és hosszú évek tudatos munkájának egy következő lépcsőjéhez értünk ezzel a döntéssel. Mit is jelent ez egészen konkrétan? Itt 6 lakás volt, szociális bérlakás az önkormányzat tulajdonában ebben az ingatlanban, és hosszú évek alatt, ez több mint 8 évet jelent, sikerült úgy kiüríteni az ingatlant, ami egyébként ma már lakhatásra alkalmatlan. Az évek során olyan szinten leromlott az állaga, hogy ezt felújítani már teljesen értelmetlen lenne, és az évek alatt valamennyi bérlőt, akik ezekben az ingatlanokban éltek, sikerült az önkormányzatnak, humán bizottságnak, hiszen ez az ő átruházott hatáskörben végzett feladata elhelyeznie sokkal jobb körülmények közé. És ma jutottunk el odáig, hogy az ingatlan kiürült, és arról lehetett döntést hozni, hogy ezt az ingatlant lebontsa a város, és amikor ez elbontásra kerül, most ezt megszavaztuk úgy, hogy ez így lesz, akkor ezt követően újra el kell gondolkodni azon, hogy azt a területet, ami ezáltal felszabadult, mire használjuk majd. Ha csak azt gondoljuk végig, hogy ez a terület határos a Szélkakasos óvodával, amelyet jelenleg elsősorban a Perce utcából lehet megközelíteni, ott megállni nem igazán könnyű, hiszen egy forgalmas, jó minőségű útról beszélhetünk, ahol a legnagyobb forgalomnak egyike zajlik a városban. Szeretnénk az óvodába járó szülőknek is a helyzetét megkönnyebbíteni, de még nincsen döntés arról természetesen, hogy pontosan az ingatlant, a felszabaduló területet mire használjuk, de akár ez is egy lehetséges út lehet, hogy oda egy olyan rendezett parkolós helyet készített el a város, vagy épített majd meg a jövőben, amely segíti egyrészt a városközponti parkolást, másrészt pedig az óvodába közlekedőket. Letette a hivatali esküt az októberi választást felügyelő helyi választási bizottság. A képviselőtestület elbúcsúztatta Hegedűs Évát, aki 2 cikluson keresztül volt vezetője a helyi bizottságnak. Eközben a választási irodában már regisztrálták az első képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Helyi választási bizottsági tisztségemet
a magyar nemzet javára gyakorlom. Helyi választási bizottsági tisztségemet a magyar nemzet javára. Isten engem úgy segéljen. Isten engem Ezzel az esküvel avatták fel a helyhatósági választásokon működő választási bizottság tagjait. Az ünnepélyes eskütételt megelőzően a polgármesteri hivatal és a testület elköszönt dr. Hegedűs Évától, aki a megelőző ciklusokban a helyi választási bizottság elnöke volt. Szeretnénk az ő munkáját megköszönni, az ő segítségét megköszönni, amit 2014 és 2019-es helyi választási bizottsági elnökként tett, és szeretném megkérni, városunkban azt gondolom, hogy a főorvos azt, hogy nem kell bemutatni, készültünk neki egy kis aprósággal, egy virágcsokorral, úgyhogy szeretnénk most ezt átadni, és nagyon szépen köszönjük a munkáját. A legjobb emlékekkel távozom, nagyon szépen köszönöm a segítséget az önkormányzati testületnek is, a hivatalnak, a jegyzőknek, nem csak itt, hanem a jegyzőségnek és a polgármesternek anno dacu 5 éve a dombovári választások idején. Ők is rendkívül segítőkészek és nagyon jó hangulatúak voltak. Pedig hát ezek izgalmas kérdések, hiszen az ország jövőjéről van szó. Itt nehéz jó hangulatba lenni. De én kívánom, hogy úgy legyen, és mindig konszenzusos alapon intézzék el a dolgaikat, akármilyen csodálattal tölti el az embert, ha valaki a várfoknak neki rohan, azért mégis szebb mindent békésen és hát kulturáltan elintézni szeretettel. Puskásné Szegi Petra, a helyi választási iroda vezetője elmondta, az első gyűjtőévek megérkeztek az irodába. Augusztus 24-én 2013 évi 36-os törvény értelmében ugye az ajánlóívek igénylésének leadása megtörtént. Elsőként a Fidesz-KDNP jelöltjei fordultak a helyi választási irodához egy szombati napon, hogy az ajánlóíveket adjuk ki, és szintén elsőként Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony kérte nyilvántartásba vételét már rögtön hétfőn, ugye hétvégén az ajánlások, a szükséges számú ajánlásokat összegyűjtötték, hétfőn ezt le is adták a helyi választási irodában, mi pedig már a hétfői napon feldolgoztuk ezeket a kérelmeket. Megállapítást nyert egyébként, hogy a valamennyi ajánlás, amit leadtak, a szükséges számot eléri, ezért a mai napon a helyi választási bizottság összeült, és a helyi választási bizottság nyilvántartásba is vette a Fidesz-KDNP valamennyi jelöltjét 8 szavazókörben, illetőleg polgármester jelöltként Filóné Ferenc Ibolyát nyilvántartásba vette. Idén minden eddiginél több édesanyja érkezett a Bonyhádon megrendezett anya teljes napra. A védőnök tapasztalata szerint az elmúlt években újra népszerűvé vált a szoptatás, amit a mostani rendezvény sikere is jól példázott. Az anya teljes világnap célja felhívni a figyelmet az anya teljes táplálás fontosságára. Édesanyák és gyermekeik foglalták el a Bonyhádi Városháza dísztermét, a program, amelyen a szoptatást ünnepelték, immár hagyomány a Bölcsék fővárosában. Ilyenkor köszöntik azokat az édesanyákat, akik sokáig tudták szoptatni egy vagy több gyermeküket. Pálfi Zsoltné mind a 4 gyermekét igyekezett anyatejjel táplálni. A most 1 éves kislányát még mindig szoptatja. Van a 4. gyerekem. Sajnos az első 2-nél nem tartott sokáig az anyateljes táplálás, elsőt 2 hónapig, a másodikat 5 hónapig, a harmadikat már 1 évig, és remélhetőleg Hannát, ameddig csak igényli, addig szeretném szoptatni, ő igény szerint szoptatott baba. Hány 13 lesz 11-én. Kötődő nevelés szempontjából szerintem nagyon fontos, meg hát egészségesebb is szerintem, mint a tápszerezés. Az első 2-nél ugye a szigorú 3 óránkénti szoptatás volt nálunk, és tehát ez szerintem a tejjel lapadásához vezetett. A másik 2-t ugye igény szerint szoptattam, és így fenntartható a tejtermelés. Nálunk fontos volt a mindkét mellből szoptatás, tehát
Az elsőnél váltott mellből szoptattam, ugye, és szintén 3 óránként, és az nem vált be. A városban nem nagyon kell népszerűsíteni az anyateljes táplálást, mivel a védőnők tapasztalata szerint az anyukák többsége szoptatja gyermekét. Tisztában vannak ugyanis az anyatej egészségre, fizikai és lelki fejlődésre kifejtett hatásával. A UNICEF és a WHO az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére lett az augusztus 1-e az anyatej világnapja. Felhívva ezzel a figyelmet arra, hogy vannak még mindig olyan országok, ahol az anyatej hiányából eredően magas a csecsemő halandóság. Nálunk szerencsére ez nem így van. Viszont felhívják a figyelmet arra, hogy ez egy áldozatos tevékenység valahol, és az anyuka önmagát háttérbe helyezve, a csecsemőjét szem előtt tartva, az ő egészségét, mindent megtesz azért, hogy anyatejjel táplálhassa a gyermekét. De tudjuk, hogy a csecsemőknek a legjobb táplálék az anyatej, mindig olyan hőmérsékletű, mindig olyan összetételű, ami a baba számára a legideálisabb, és tartalmaz minden olyan immunerősítő anyagot, ami más táplálékban tápanyag nincs benne. Divat a szoptatás, tehát volt egy olyan időszak, amikor kevésbé, amikor a tápszer divatba kerültek, és kevésbé volt divat a maga a szoptatás. Most úgy vesszük észre, hogy ez megint egy jó dolognak tartják az anyukák. Nagyon hamar hazakerülnek a kórházból 3., 4. nap az anyukák, amikor még nagyon nehézkes maga a szoptatás, de mi védőnök próbálunk segíteni és támogatni őket abban, hogy ez minél sikeresebben valósuljon meg, és minél tovább anyatejjel táplálhassák a gyermekeiket. Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is megjelent a rendezvényen, és miként fogalmazott, talán még ennyien soha nem voltak az anyatejes napon, mint a mostani. Nagyon szép hagyománya a védőnői szolgálatnak, hogy évről évre megrendezik egy picit ünnepélyesebb keretek között az anyateljes világnapját, itt Bonyhádon is. Évek óta itt a városházán adunk ennek helyt, bár úgy látom, hogy már ezt is kilőttük, valamikor a könyvtárba kezdtük ezt a programot, de nagyon örülök annak, hogy ez a hely is már kicsinek bizonyul, hiszen ahogy láttátok, ma is nagyon sokan eljöttek hozzánk, és nagyon sok helyes kisfiút és kislányt ismerhettünk meg a mai ünnepség alkalmából. Én szívből kívánok nekik nagyon jó egészséget, és várjuk a tesókat, hogy ők is megszülessenek. Az Egészségügyi Világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusztus 1-ét az anyateljes táplálás világnapjává, mellyel egy időben kezdetét veszi az anyateljes táplálás világhete is. A világnap célja felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az anyateljes táplálás több, mint a gyermek etetése. Szekszárdi és Bonyhádi tanároknak mutatták meg szakemberek, hogyan kell valakit újraéleszteni. A rendhagyó bemutatóra Bonyhádon a helyi sportcentrumban került sor. Én mondom, a ritmus 9-10-11-12-13-14-15-16. A szívmasszázs mutatja be az egyik bonyhádi mentős a helyi sportcsarnok termében. A bonyhádi és szekszárdi tanárok közösen vettek részt az elsősegély oktató és felfrissítő előadáson. Az újraélesztés elsajátítása mellett azt is megtudták a résztvevők, hogy mit kell mondani mentőhívás esetén, vagy hogyan kell használni a külső automata defibrillátort. Alapvető az életmentés pontos lépéseinek elsajátítása, fejtette ki egy helyi tanár, aki szerint a kollégák biztos tudás nélkül nem mernek cselekedni. Nagyon nagy szükségét látom, bár a tanárok körébe igazándiból csak olyan eseteket tapasztaltam, hogy valaki rosszul lett, elájult. Szapora szívverést azt tapasztaltunk. Hát néhány bátrabb ember az megpróbálja megtenni, ami kell, vagy esetleg az ájulás, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert nem merik a kollégák csinálni azokat a dolgokat, amire szükség lenne, mert nincs tudás mögötte, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mindenki megtapasztalja, és hogy gyakorlatias ez az egész, és így sokat segít mindenkinek, úgy gondolom. A szakmaiságot bonyhádi mentősök és védőnők mutatták be a felnőtt képzésen. A bemutatás után csoportokba rendeződve gyakorolták az újraélesztést, szimulálták a mentőhívást és kipróbálták a külső automata defibrillátort. Újítások vannak az elsősegély terén is. A naprakész ismeretek birtokában életeket menthetnek a tanárok. Erről beszélt az egyik helyi védőnő. Sokkal jobban megmarad, ugye, hogyha gyakoroljuk, és nagyon fontos, hogy az új dolgokat is, mert régen ők már a főiskolán, egyetemen tanulták az újraélesztést, csak nagyon sok minden változott,
Aztán van lehetőség arra, hogy az eszméletlen betegnek a stabil oldalfekvését is gyakoroljuk, szintén a legújabb verziót, mert ez is minden évben változik, vagy hát nagyon sűrűn, de a lényeg az elsősegélynyújtás alapja, hogy csináljunk valamit, és minél gyorsabban, mert az idő élet... Az elsősegi oktatást nem lehet túl korán elkezdeni. Az iskolákba kötelezővé kellene tenni, mondta a védőnő. Ha mindent begyakorlunk és rendszeresen csináljuk, akkor a stressz helyzetbe kerezdünk, vagy akut helyzetbe, akkor azonnal tudnak a pedagógus kolléganők segíteni. Ugye a gyerekeink náluk nőnek fel, és nagyobb biztonságban érezzük őket, hogyha ez az oktatás, ez egyébként minden felnőtt embernek. Én úgy gondolom, hogy az oktatás során, tehát az általános iskolában már az alapdolgokat a gyerekeknek is meg kellene tanítani, hogy hogy kell mentőt hívni, mikor hívunk mentőt, milyen feladatunk van, hogy tudunk segítséget kérni, ez rendkívül fontos. A részvevő tanárok kérdéseikkel is megkeresték a szakembereket. A legtöbb kérdés az újításokhoz kapcsolódott. Régebben ugye az volt az első, hogy először befúvunk, és utána végezzük a mellkas kompressziót. Most ugye a laikusnak már igazából nem is fontos befúvni, hanem nagyon fontos, ugye a vérünkben van még oxigén, hanem azt, hogy keringesztessük addig, amíg a szakemberek ki nem élnek. Nagyon fontos, nagyon sok gyerek elájul, kevés, nem reggeliznek, úgy mennek iskolába, tehát az ájulás a leggyakoribb dolog. Szintén az is nagyon fontos, hogy nem cipeljük, hanem lefektetjük is a lábát magasabbra, hogy az összes vér ugye az agyban kerüljön. Aztán orvérzés, gyerekek nagyon sokat vérzik az orruk, ugye nem régebben hajtsuk hátra, ne folyjon le, most az a lényeg, hogy előre hajtsuk, esetleg hideg vize zsebkendővel borogassuk az orrgyököt és a tarkot. Tavaly egy tanár mentette meg diákja életét Bonyhádon. Emiatt tartja fontosnak a pedagógusok oktatását Köllő Roland, a Bonyhádi sportcsarnok vezetője. Kicsit önző voltam ilyen szempontból, hiszen a saját gyermekeim is a Bonyhádi általános iskolába járnak, és én is szeretném, hogyha olyan emberek venni, olyan pedagógusok vennék őket körül, akik tudnak segíteni akkor, hogyha baj van. Nyilván nem szeretnénk az ördögöt a falra festeni, hogy legyen baj, de hogyha megtörténik a baj, akkor igenis tudjanak segíteni. És nem arról van szó, hogy nekik bármilyen nagy beavatkozásra lenne szükségük, hanem arról, hogyha a mentő, illetve a szakemberek érkezéséig hasznos és fontos dolgokat tudjanak csinálni. Magyarországon évente 20-25 ezer ember veszti életét hirtelen szívmegállás következtében. Azonban az időben elkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne. Bonyhád a minden szereplőnek jó sport, turizmus fejlesztésére is tett az elmúlt két nyáron biztató lépéseket. Azzal, hogy edzőtáborokat hirdetett meg, az időközben létrejött sportcentrum más megyén kívüli ismert egyesületek számára, biztosítva ehhez a már most is remek feltételeket, benne a jó színvonalú létesítményeket. Több itt táborozó patinás, egy hetet eltöltő fővárosi kosárlabda csapat már viszi a jó hírét Bonyhádnak, amely jövőre is kinyitja kapuit országosan. Bonyhád olyan sport infrastruktúrával rendelkezik már most, ami magyar kisvárosi szinten irigylésre méltó. Ennek az iskolák az utánpótlás sport, gyűjtőszóval a helyi tömeg és élsport a haszonélvezője. Mások is lehetnének, vetődött fel időközben létrejött sportcentrum vezetőjében, aki egyben a sportcsarnok igazgatója is. Vagyis meg lehetne szólítani edzőtáborozásokra a környezetváltozás jegyében szervező közeli, távoli, vidéki és fővárosi klubokat is. A tavalyi és az idei nyár rámutatott, érdemes ebben gondolkodni Bonyhádon. Elhatároztuk, hogy mi a nyári holt időszakban, amikor a terem üres, akkor megpróbálunk valamiből bevételt szert tenni, és csináltunk egy prosit, körbeküldtük az összes magyarországi olyan sportegyesületnek, akik teremsportban érdekeltek, és kapva kapnak az alkalmakon. Tavaly itt volt a Vasas Akadémia, az idén visszajöttek, most itt van a Beac, jövőre már a Vasas újból bejelentkezett, úgyhogy ez egy jól jövedelmező üzletág, hogyha így mondjuk, hiszen ez jó a sportcsarnoknak, a sportcentrumnak, hiszen bevételt tudunk generálni, illetve jó azoknak a szállásadóknak, azoknak a bonyhádi szállásadóknak, akik az ő elszállásolásukkal profitot tudnak maguknak hozni. Ott jártunkkor az NB1-es A-csoportos Beac U16-os csapata edzőtáborozott Bonyhádon, és éltek azzal a lehetőséggel, hogy meginvitálják a KSC Szekszárd hasonló korú csapatát egy jó kis edzőmesre. A csarnok, a kiszolgáló létesítmények, a közeli atlétikai komplexum, a strand, a szállás minősége, no és a kisvárosi nyugalom okán maximális elégedettséggel beszélnek az itt töltött napokról, az itt megfordulók.
tökéletes a körülmény. Öten vannak egy szobában, nagyon jó buli. Reggel ugye fölkelünk, közösen reggelizünk, ott utána egy kis pihi van, összekészülünk, átjövünk ide a csarnokba, ami egy 5 perc séta. Itt edzünk 2 órát délelőttönként, általában egyéni képzés van, meg erősítés. Utána visszamegyünk, közösen ebédelünk, szintén pihenő van. Délután edzünk egy 2 órát, ott már inkább csapatrész, meg taktika van. Este pedig közös programok vannak. Az ottani lehetőséghez mértem, vagy kint vagyunk, és a szabad ég alatt csillagokat nézünk és beszélgetünk, vagy fönt a díszteremben vetítünk filmeket, vagy ott beszélgetünk. Egyébként amelyik csapat alapozó jellegű erőléti munkát szeretne végezni, azok ezt a Petőfi Gimnázium impozáns atlétikai centrumában is megtehetik. Ez is plusz motiváció, hogy Bonyhádot válasszák például az atlétikai klubok, vagy számtalan labdajáték képviselője. A város is támogat minket mindenben. Vannak elképzeléseink, vannak ötleteink, azt megpróbáljuk kivitelezni, és azt évről évre csiszolgatunk rajta, és úgy néz ki, hogy ez azért tetszik a sportegyesületeknek. És az is, hogy a nem zsúfolt strand és élményfürdő túl a relaxáláson kiegészítő sportágak űzésére lehetőséget teremt az edzőtáborozás alatt. Prospektusunkban most a bonyhádi strand is szerepel, hiszen ugye ott olyan röplabda, illetve strandfoci pálya van, ami azért pályát ritkítja. A magyar válogatott is volt már itt tavaly edzőtáborozni, úgyhogy a strand is abszolút benne van ebbe a körbe, oda is lehet jönni sportot űzni. A sportcentrum további szolgáltatás bővítésekkel szeretné még vonzóbbá tenni a bonyhádi edzőtáborozási lehetőségeket. Nem elfelejtve azt a prioritást, hogy nekik elsősorban a helyi kosarasokat, röplabdásokat, az asztali teniszezőket, a kispályás, illetve a teremlabdarúgás szép számú helyi képviselőjét, no és a városi tömegsportot kell továbbra is kiszolgálniuk a létesítmények biztosításával. Bonyhádi Sportcentrum bekapcsolódott a Mozdulj Bonyhád program sorozatba. Ugye eddig ezt a Dobogó Egyesület csinálta a Bonyhád Város Önkormányzatával karöltve. Az idejében mi is kaptunk már feladatokat benne. Nagyon sok gyereket mozgatunk meg, különböző színes programokat kínálunk a nyári szünetben a tanulóknak. Jövő évben ez még jobb lesz, hiszen már kialakult egy koncepció, kialakítottuk a következő évi program tervezetünket, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő év az még színesebb lesz, és ahogy mi is, ahogy egyre inkább rutinosabbak, tapasztaltabbak leszünk ebben a sportszervezésben, úgy lesznek a programjaink is remélhetőleg egyre színvonalasabbak. Egyébként a néhány napos edzőtáborozásokra a 70-es-80-as években a valamikori vasasizzó, a Szabó Ödön irányította BS is felfedezte magának Bonyhádot. Miért ne történhetne most is hasonló? Bevallom őszintén, inkább mi jöjjünk ide, mint más csapat, mert nagyon jó lehetőségek vannak, tehát mi jövőre is itt szeretnénk edzőtáborozni. A régi helyén épülő, ministadionnak is nevezhető új sportlétesítmény megvalósulásával sok futballcsapatnak is páratlan lehetőséget kínál Bonyhád a nyári, vagy éppen a téli edzőtáborozásokra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!